kelet-magyarországi hulladéklerakó rekultivációs önkormányzati társulás tagjaként Cigánváros önkormányzata az Európai Unió támogatásával megkezdte a Cigán Bélatanyán található települési Szilárd hulladéklerakó rekultivációját. Munkálatok 2015. január 2. hetében kezdődtek el, és becslések szerint körülbelül még 2-3 hétig zajlanak. Ennek következtében a szemétlerakó teljes területén a szennyezett talajjal együtt mintegy 12.389 köbméter hulladékot rostálnak át, melyeket három frakcióba deponálnak. 0-tól 20 mm-ig. Ez főleg humusz és komposztálódó természetes hulladékot jelent. 20-tól 60 mm-ig ez a köztes. Ez nagyobb hulladék, melyeket még újra lehet hasznosítani védőrétegként centralizált hulladéklerakókban. 60 mm fölött ez a tényleges hulladék. Ebből a legfinomabb réteget a teljes rekultiváció során a területen egyenletesen elterítik majd, és valószínűleg bekülesítik. A másik két frakciót elszállítják, valamint laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá, hogy mennyiben tartalmaz kémiai hulladékot. Jelenleg a terület növénymentesítése zajlik, illetve megkötődött az eddig feltárt hulladék mennyiség rostálása a már fentebb említett három osztály szerint. A munkálatokat a Kelet-Út Kft. És az Aróza Kft. Konzorciuma végzi, a Cigán Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft. Dolgozóinak bevonásával.